Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Keverem, kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt van a központi téma, és ez azt jelenti, ez a férfi gondol rád. Megjelensz az ő gondolataiban, talán még az ő álmaiban is. Nem csak te jelensz meg a gondolataiban, ahogy itt a képen látható ezen a festményen, hanem az ő gondolataiban itt van a veszteség. Fél attól, hogy elveszít téged. Mivel itt megjelenik az ellenség, ez nem csak arra vonatkozhat, hogy fél attól, hogy valaki elvesz téged tőle, vagy fél attól, hogy a környezetében ott van ez az ellenség, és ártani akar neki. De ez a veszteség jelentheti azt is, hogy ez az ellenség eltűnik, hiszen a veszteség eltávolítja ezt a kártyát, ezt a férfit, aki itt látható a képen, ezt az ellenséget. De ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Itt ugyan egy férfi látható, de előfordulhat az is, hogy itt egy ellenségről, egy nőről van szó. Azt is jelenthetik, hogy ez az ellenség szeretné azt, ha ő elveszítene téged. Itt látható egy fontos hír, és ez pontosan azt jelenti, amire ő gondol. Vagy ő akar jelentkezni nálad, vagy vár arra, hogy te írj neki. Itt hamarosan beköszönt a szerencse, ami benneteket illet, ezt a párkapcsolatot, hiszen én úgy érzem, hogy itt szerelemről van szó. Itt látható a szerencse és egy találkozás. Valami örvendezés lesz, tehát egy örömteli helyzet. Ő közeledni fog hozzád. Sőt, nem csak arról van szó, hogy itt lesz egy jó hír, egy találkozás, hanem itt van az ajándék, ő szeretne téged megajándékozni. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy te, mint egy ajándék vagy az ő életében. Itt ez a halál azt jelenti, hogy ő leszár valamit az életében, itt lesz egy szerencsés fordulat, lesznek ajándékok, lesz ez a találkozás. És mivel a halál le tud zárni bizonyos dolgokat, vagy egy bizonyos kapcsolatot, a halál lezárja a veszteséget, a halál lezárja az ellenséget. És miután ez a személy eltűnik, ez az ellenség az életéből, aki lehet egy nő is, itt látható akkor a hűség. Ő ott marad hűségesen melletted. Sőt, ez a kártya azt is jelentheti, hogy életed végéig
elkísér hűségesen téged. És én is hűséges maradok hozzátok, és holnap újra jelentkezek nálatok. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!